Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a felvételnél megnézzük azt, hogy mit fog tenni az ő következő lépése. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérdezd a jóslást, a díjam 4000 forint. Először is megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Itt látható, hogy evezi ezt a csónakot, ami jelenti a mozgást, jelenti a változásokat. A háttérben a partot elhagyta, lezárt már valamit, de az új partot még nem érte el, de a nap itt kisüt, láthatóvá tesz valamit, tudja, hogy milyen irányba kell irányítani a dolgait. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, azt is jelentheti, hogy lezár egy bizonyos párkapcsolatot, és útban van hozzád. Mi vagy ki befolyásolja őt? Itt egy férfi van, mégpedig egy király. Ez lehet az apukája, de lehet a főnöke is. Az is lehet, hogy ez a király uralkodott felette, vagy megpróbált uralkodni felette, és emiatt elhagyja ezt a helyzetet. Ez lehet egy költözködés, ha az apukáról van szó, vagy lehet egy munkahelyi változás, amennyiben a főnökéről van szó. És mit fog tenni irányodba? Ez a gyönyörű nő te vagy az ő szemében. Itt megvan a nőiesség, ez a kisugárzás, a szép környezet, a jó ízlés, tehát ő imád téged, ő gyönyörűnek lát téged. És mit kellene tenned, hogy viszonyulj hozzá, az itt látható. Légy kicsit türelmes, pihent ki magadat, legyen meg az elképzelés, de ne cselekedj, várj addig, amíg ő elérkezik hozzád, és ő már útban van hozzád. Ez a kártya jelenti a meditációt is. Legyen meg az elképzelés, de hagyd, hogy magától alakuljanak a dolgok. Itt ez a kártya jelenti az egész világot, ez lehet egy utazás és egy közös nyaralás tervezése, de majd ő fogja ezt kimondani, hiszen lesz egy meghívás. Az is lehet, hogy ő külföldön él és útban van hozzád. Amit az utazás kártyája, illetve az egész világ itt jelent, ez az idő, hiszen ezen a képen megjelenik a 4 évszak, a tavasz, a nyár, az ősz és a tél, és ez pontosan egy év. Az nem jelenti azt, hogy egy éven keresztül itt aludnod kell és várnod rá, hanem azt jelenti, hogy egy éven belül kialakul minden, és minden úgy lesz, ahogy jelenleg te itt elképzeled. És ez volt a szerelmi jóslás, az ő következő lépése, hogyan közeledik hozzád. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!